Sziasztok, én Noném vagyok, és el is kezdeném a legelső Xbox 360-ról szóló videómat. Ugye ez egy Xbox 360i konzol, mellette egy fekete joystick, és maga a konzol is fekete. Szóval eléggé szexi, és társaitól abba különbözik, hogy kisebb, mint a Fat vagy a Slime. Másabbak benne, másabbak a bemenetek. Ja, és ennyi. A külsőre vonatkozó hasonlítgatás, és ez a videó arra megy, hogy miért vegyétek meg, vagy miért ne, de inkább, hogy miért vegyétek meg, ezen kívül még pozitívumokat és negatív dolgokat is fogok róla mondani, mert ugye minden jobban van rossz. Szóval, ez egy, ahogy itt olvashatjuk, egy Xbox 360 és 4 giga memóriát tartalmaz alapon, amire lehet live-ról például játékokat letölteni, 3 éves kortól, hogy nem értem, miért nyilván egy 3 éves kezében nem fogunk egy Xboxot adni, vagy nem Xboxot, hanem egy kontrollert, és nem fogjuk engedni, hogy játszom vele. Amiket még ír, az a, amit előbb mondtam, 4 GB memória, a Wi-Fi csatlakoztathatóság, a joystick, másokkal lehet játszani, és az egy hónapos Live Gold, amit én már be is váltottam, mert az az illető annyira nem is értett az Xboxhoz, hogy még a Live-ot se akarta beváltani, ennyire nem jött be neki, akiről ugye előző videóban meséltem, és még azt se tudta, hogy a Winchester-t hol kell betenni, vagyis hát nem Winchester, de mondhatjuk annak is, külső HDD. Nem tudta, hogy hol kell betenni, mondjuk én sem vagyok külön, mert én sem tudtam, hogy hol kell betenni, ezért egy videót néztem róla, hogy hogy kell betenni azt a külső vinyót. Ez itt egy kicsit le van jövő, ezt ne nézzétek, amiket itt látni, itt játékok, YouTube, internet, lehet itt a LAN, a játékok, játékok és a szórakozás világa, de van írva. Például ez a Forza Horizon, ez a Kinecthez való, bárki ehhez nem volt most Kinect. Ja. Amit még az a ki lett már véve egyébként a dobozából, ahogy mondtam, csak ez ilyen bemutató. Itt van, meg is keressük a magyart rajta, meg is van, ó, pont nyitottam ki. Xbox 360 fontos tudnivalók. Minden ott van. Az üzembehelyezés, hogy milyen szimbólumot tesz ki akkor, mit kell csinálni, vagyis hát ez a felkiáltójel, pontosan ami itt van, hogy ez a szimbólum a biztonsági és egészségvédelmi üzeneteket jelöli ebben az útmutatóban és más termékek útmutatóiban. Kábelek, mindent leír szépen róla. Szóval ezt azért érdemes egy kicsit átolvasni, nem azt mondom, hogy hú, most átolvasni és megtanulni, csak hogy tudjátok, hogy azért miről van szó. Itt meg már ugye jön a következő. Ami még, az volt még egy ilyen kis könyvszerűség hozzá, az pedig ez. Itt üzembehelyezési útmutató akar ez lenni. És kinyitom ezt. Pont fordítva. Ugye az Xbox a Microsoftnak a terméke, aki eddig meg nem tudta volna, azt még itt is leírja. Szóval, aminek kell lenni, az egy Xbox 360, amik ugye is itt van hozzá. Egy Xbox 360, maga a konzol, a tápkábel, ez a érdekes bigyókábel, nem tudom, hogy micsoda. Papám szerint banánkábel, de hát nem tudom. Ami van, mindig semmi, amíg nem tudom. A kontroller, kell két darab elem kontrollerbe,
Szóval elmondom, miért előny, mi az előnye és mi a hátránya. Bár én meg csak nagyjából a 52%-ában csak a hátrányát észleltem. Szóval, ugye ez a kis útmutató, ez a gyári füles, és azt írja, hogy 250-320 giga is lehet akár. Itt mutogatja, hogy ugye be lehet csatlakozni, hogy mit hova csatlakoztassunk. Ez az Xboxnak ide, ebből való részébe ugye ez a táp akar lenni. Ez a érdekes, hogy hívják. Ezt a tévé oldalába kell tenni, ugye ez jelenti meg konkrétan, meg a hangot is. Ezek a USB-k, és még az elején is van a USB-be menet. Kinecté van, itt azt hiszem ez a netkábel akar lenni, bár nem tudom. És itt a HDMI. A HDMI az arról híres, hogy szebbé teszi, normális szép képet ad, nem ilyen elmosódott pixeles képet kapsz. Joystickot is leírja, hogy ezzel lehet bekapcsolni és kikapcsolni. Itt van egy gomb, amit ha megnyomunk, akkor ez érzékelni fogja. Ez akkor van, hogyha sokat nem használjuk, és akkor kell tökölni egy jó darabig. 15 percig szarakodtam vele, amire bejött. Itt mutatja, ugye ez elem, ide be kell tenni. Mutatja, hogy mit, hogy. Ja. És ugye itt volt a másik felén a harmadik, hogy ugye a wifi internet. Nagyon szétszedni nem akarom. Azért az kicsit nekem rossz lenne. Én ezt nem bírnám. Mert nincs is rajta egyáltalán csavar, néztem. Szóval, ezt a kis útmutatót is becsukjuk, és akkor őszintén szólva, én már a kontrollerbe vettem már eddig 6 darab elemet, és eddig ez a gyengébbik bírta konkrétan másfél-két napig, úgyhogy nem nyomtam folyamatosan. Ez 4 napig bírta, most viszont vettem valami erősebb cuccot hozzá. Plusz 23%, nagyon meglátjuk, hogy miben különbözik a haverjától, mert most benne van még két elem. Amíg jó, addig nem izéljük. És akkor mondok nektek egy olyat, hogy most akkor megmutatom nektek a kontrollert. Ugye ő lenne a barátunk, kontroller bácsi. Ugye eléggé jó fogása van, azt azért el kell mondani. Jobb, mint szerintem, mint a PlayStation 2-esé. Nem azért, tudom, ezek nagy konkurenciák, hogy most melyik jobb a PlayStation, vagy az Xbox, vegyük ezt, vegyük azt. Nem, én nekem mindegy igazából, csak jól vigye el a játékot. Most itt vannak rajta a gombok, YXBA, színesek. És ugye kis változtatásképpen a PlayStation-nek a kontrollerén hú, nem tudom, hogy hívják, ezek így egymás mellett voltak, szóval ez ennek a helyén volt, ez meg ennek a helyén volt, itt meg felcserélték, és bevallom őszintén, hogy 100-szor kényelmesebb, mert bal kézzel fogunk oda felnyúlni hozzá. És ez a bekapcsoló gombocska, ez a kis X, ez a krómozott felületű, ide kell az elemet betenni. Ja. Akkor nézzük is, már be van ugye dugva, csak egy, hogy megmutatom, hogy mit ad ki. Voilà, bekapcsolva. Szóval ennyi a bekapcsolása a kontrollernek, és akkor most már a kontrollerbe is mutattam.
a többi hozzátartozót most a következő videóban fogom megmutatni. Szóval nehogy kihagyjátok, ezt muszáj megnéznetek, mert eléggé el lehet lenni rajta. Szóval addig is sziasztok!